szankciók, hogy háború. Hölgyeim és uraim, nézzenek már körbe. Románia, Ukrajnával határos, épp úgy, mint mi. Európai Uniós tag, épp úgy, mint mi. NATO tag, épp úgy, mint mi. Akkor miért alacsonyabbak ott az árak? Miért alacsonyabbak ott a kamatok? Miért nincsen Lengyelországban olyan brutális áremelkedés? Miért nem kell a lengyel nyugdíjasoknak számolgatni a filléreket a Tesco pénztárba? Miért nem kell a szlovák nyugdíjasnak azon gondolkodnia, hogy az 1000 forintos kenyér mellé bemerje tenni a kosárba a tejfölt vagy a túrót, mert Magyarországon a tejföl vagy a túró is luxus cikle. Szankciók? Háború? Ugyan dehogy! Viccnek is rossz, hogyha nem lenne valóság. Nem szankció, nem háború, hanem az Orbán rendszer állát fizetjük meg minden egyes alkalommal, amikor bemegyünk a boltba vásárolni, amikor kifizetjük a számláinkat, amikor kamatot kell fizetnünk a hiteleinkre, hogy belegebedünk. Minden egyes alkalommal az Orbán rendszer állát fizetjük meg. A forint gyengítés árát fizetjük meg, és az észveszejtően ostoba gazdaságpolitikájuknak árát. Azt kérdezik, hogy dühös vagyok-e? Dühös vagyok. Dühös vagyok, és elszánt. És azért jöttem ide, mert szerintem ti is dühösek vagytok, és elszántak. És ez az első lépés.